én azt gondolom, hogy amikor Antal József lett a pártelnök, attól a pillanattól kezdő használta a szociális piacgazdaság fogalmát, meg gondolatát, az elég világos jelzés volt, hogy mostanakkor emberek, azért ez van. Az nagyon sokat segített. Utána a kormányprogram, vagy a kormányhoz képest egy másik tészta, ugye. Az ő előtti korszakban, ugye a Bíró Zoltán korszakában, mondom inkább olyan nagyon sok mozaikból összetevő képlet volt, hogy milyen is lenne az a gazdaság, amiben gondolkoznánk, mondom, de gazdasági jövőképben valójában nem folyt gondolkozás, inkább abban folyt, hogy most akkor nagy baj van, vagy kis baj van. Valakinek a ölébe zuhanunk, vagy nem zuhanunk valakinek az ölébe.